Nagyon jó hely, egy nagyon nyitott, befogadó, minőségre törekvő, értéket képviselő, szeretetteli hely. Mindenkire nagyon odafigyelnek, aki ide belép, és itt lehetősége nyílik kiállítani, vagy bármilyen programra, az megtisztelve érzi magát, mert hogy hihetetlen, önzetlen szolgálattal állnak mögé az itt dolgozók. Úgyhogy ennyit szeretnék a Fugáról mondani, és ezért nagyon örömteli számomra, hogy tavaly itt lehetett az életmű kiállításom, és tavaly az életmű kiállításom kapcsán jelent meg ez a Fény felé című könyvem, aminek itt egyúttal bemutatója is volt. Én rögtön azzal kezdeném, kicsit idézek magamtól, hogy miért is vagyok itt, és egyáltalán miért vagyunk a Földön, mert senki nem véletlenül kerül a Földre. Dolga van, feladata van, és mindenki nagyon fontos, mindenkinek nagyon egyedi, egyéni feladata van. Erre jó, persze, hogy az élet során rájönni, hogy mi is az. Hát mondanám, hogy én mit gondolok arról, hogy én miért jöttem. Azért jöttem, hogy a világ javára lehessek, jót jól tegyek, jelen legyek, az égi rendet kövessem, szeressek, a mindenséggel egy legyek. Tehát mindenkinek van egy világi szerepe, amit itt a Földön eljátszik így úgy, de ezt a világi szerepet egy belső én irányítja, és ez a belső énünk, amire rá kell, jó, ha ráébredünk, és jó, ha ezzel tudjuk működtetni a külső énünket, a világi életünket. A belső énünk az igazából fény, fényből vagyunk, mindenki fény lény, kozmikus lény. És én biztos nagyon-nagyon sok kozmikus tapasztalattal érkezik ide a Földre. Persze sokfélék vagyunk, van, aki többel, van, aki kevesebbel. Sok-sok helyről gyűjtögetjük a minőségeinket és a tudásunkat. De az, hogy mi fénylények vagyunk, és a fény fele törekszünk, az egészen biztos. És így utólag jöttem rá így a pályám során, mert ugye kezdődött azzal, hogy én építészként kezdtem az életem, tervező voltam, nagyon szerettem tervezni, de aztán úgy alakult, hogy kapcsolatba kerültem fényképekkel, és ebbe szinte beleszerelmesedtem, és annyira úgy maradtam, hogy én az egész építészetet elengedtem, és maradt a fénykép, a fotózás, amit én magamnál úgy hívok, hogy én nem vagyok fotós, meg nem vagyok fényképész, én a fényképésze vagyok, és ezt teszem többféle, vagy bármi módon. Tehát a fényképezésem tárgya az változó. Tehát kezdetben épületek, települések, aztán egyre inkább valahogy a fény fele tolódott az érdeklődésem, mert elkezdett érdekelni nagyon az üveg, meg fémeknek is a fénye, tehát a fizikai fény. És aztán utólag jöttem rá, hogy nem csak a fizikai fény vonzott engem, hanem az a szellemi fény, vagy szeretett fény, ami egy produktumot megtölt. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy az ember mit érez meg
a fotója, tárgya, kor. Azt hiszem, hogy erre van érzékenységem, hogy ezt úgy nagyon-nagyon megérzem, az értéket, a belső szépséget, nem csak a látvány szépségét, az is megfog természetesen, de hogyha van egy belső szépsége valaminek, azt érzem szerencsére, és akkor azt örömmel fényképezem. Mit szerettem volna még elmondani? Igen, tehát amit igazán hangsúlyoznék, az a fény, szépség, harmónia, ezt találtam meg az utóbbi időben nagyon nagy örömmel Botos Péter üvegszobrász barátom szobraiban. A belső fényeket, én ott a belső fényeket fotografáltam, és nagyon érdekes, izgalmas, konstruktív, absztrakt képek keletkeztek belőle, és ezt találom meg a természetben is. Tehát egy nátszál, fűszál, vagy egy virág adhat, tehát az sugározza ezt a szépséget, ami a természetben fellelhető, és még talán az árszpoétikát. Azt elmondanám, tehát az is nagyjából erről szól. Az úton járni, láttatni a láthatatlant, a szépet, az ártatlant, magam és mások javára lenni, tenni. Ennyi. Köszönöm.